Na most, mivel teljesen sápadtak vagytok, mert mit tudom én, most egy kicsit toporzékolni fogunk, jó? Mindenki álljon föl. Akkor az első az, hogy toporzékoljatok. A hölgyeknek megy néha ilyen. Új. Futólépés, csak Ágit kövessétek, csak le ne szaladj innen. A második, ez nem fog annyira tetszeni, de kicsit ütni-verni kell a saját fejeteket. A beállt frizuráktól elnézést kérek ilyen. Jó, a kopasz fejűeknek nem olyan intenzitása, mert... Jó? Következő, hogy cibáljátok meg a fületeket először kifelé, így. Aztán lefelé, kifelé, így. A következő a fibrumot az orr alatt egy picikét, és az állatokat így felváltan. Reggel óta kiszörösödtem kicsit. Jó? Ha most tapsoljátok meg magatokat, de úgy jó erősen. Köszönöm, ennyi volt az előadás, viszontlátásra. Na akkor csapjunk bele. Ugye egy kicsit mindjárt jobb mindenkinek, jobb a kis vérrelátása. És igazából úgy szoktam az előadásokat fölépíteni, hogy az előttem hozzászóló előadók tematikában megkapják már azt a kis előkészítő részt, amire gondoltam, vagy gondoltunk. És tulajdonképpen az egész napnak ugye az a címe, hogy a... Milyen napunk címe? Az új világunk fészekrakói. Na látjátok. Hogy milyen az az új ember, aki ezt a világot be kell, hogy rendezze. Tehát látjuk ma, hogy hol tartunk, ugye látjuk majd, hogy a Káli Jóga legsötétebb időszakára emlékeztető élet van a Föld sok helyén. Hogy lehet nekünk elhinnünk magunkban, hogy mi ettől feljebb emelkedtünk már, és igenis tudunk és képesek vagyunk más jellegű, emeltebb, rezgésszintű életet megélni. Az új faj a homo láv, a szerethető ember. Nézzük meg, hogy még nagyon sokan mi szeretjük már önmagunkat, de mennyire szereti az embert ez a föld, illetve az összes többi résztvevő, az összes többi élőlény, legyen fa, fű, virág, állatok, akikkel nagyon-nagyon csúnyán bánunk, és észre se veszük, hogy az élet velünk ugyanilyen csúnyán bánik. A szerethető ember az végre harmóniában él önmagával, és harmóniában él a természettel. És abban a pillanatban, hogy elérkezel ebbe az állapotba, akkor felfedezed a benned élő Istent. És akkor most szeretném megkérdezni tőletek, hogy így képzelitek-e el az új embertípust, amit itt láttok. Mi a véleményetek a jacuzzi forradalmáról? Úgy bátran, pozitív ez a személyiség, vagy averziót teremt bennetek. Mit jel? Látom, sok fejvakarás van. Mit mondjak erre a hülyeségre? Bátran, nyugodtan bekiabálhatok, hangosodhatok. Szörnyű. Ocsmány. Senki nem egyszerű. Ősbunkó. Jó. Nem látjátok szerethetőnek ezt az embert? Igen, király. Hogy milyen király? Oké. Akkor tisztázzuk azt, hogy kik vagyunk mi. Tehát ahhoz, hogy elérkezzünk oda, hogy ezt az édes drága királyt vagy ősbunkót meg tudjuk szeretni, a jacuzzi forradalmát, el kell jutnunk oda, hogy megértsük, hogy mi alapján ítéljük meg ezt az embert, vagy elítéljük, vagy hogy látjuk azt, hogy az ő tevékenysége folytán ő lehet-e az új embertípus, a szerethető ember, vagy folyamatosan az ítéleteink rabja vagyunk, és elutasítjuk azt, amit látunk. Az egész előadás erre fog fölépülni, hogy mindenkinek a belsejét, az érzéseit kell figyelnie, hogy miről mit gondol, érdekes érzések fognak feljönni sokatokban. Hogyha az univerzumból, és erről szól egyébként a lent, mint fent, vagy a relativitás elmélete,
ha egyetlen egy sejt rendelkezik azzal a tudással, tudatossággal, ami hordozza az univerzum teljes információ tartalmát, akkor igenis kimerjük jelenteni, hogy az egyetlen ember és az univerzum holografikus lenyomata. Tehát fogjátok fel, hogy bármennyire egy külön-külön álló lényeként élünk és vagyunk, mi ugyanazt tudjuk, és az univerzum csodákra képes, az univerzum teremteni képes, az univerzumot egy isteni erő hozta létre, ezek a képességek egyetlen egy kis csebben benne kell, hogy legyenek, és ezek a kis csebbek most legyünk mi. És akkor már is megsértődött a bennünk lévő egyetlen egy sejt, aki önmagát egy óriási univerzumnak fogja föl, és a végtelenség lebontva, ott rengeteg új csillagrendszer van. Hogyha az embert így felboncolják, és mindenféle képekben bemutatják, akkor minket lehet, mint egy univerzum is ábrázolni. Például az idegrendszerünknek rengeteg gyönyörű csillogó kis pontja van. Tehát csak felfogása. A holográfia pontosan erről szól egyébként, hogy a legkisebb részből elindulsz, és a legnagyobb rész után újból a legkisebb részhez eljutsz, és mindegyik ugyanazt a tartalmat bontja ki önmagából. Tehát, hogy ne higgyük már azt el, hogy ha csak valami kis rész van a kezünkben, hogy az egészhez nincs közünk, mert a résznek nincs jelentősége, értelme, hogyha nincs tudatában az egész tudatának. És az embernek ez az egyik legnagyobb nehézsége, hogy fogja már föl, hogy ő a mindenséget hordozza magában. És ezt nem ego szinten kell megélni, hanem tapasztalati szinten. Jó, akkor kicsit megint visszatérünk el az édesdrága szerethető homo sapienshez, hogy kik vagyunk még most. Szövevényes ítéleteink rabja. Mindjárt megértjük ezt, nagyon kemény dolgok ezek. Két ember közötti különbség az azonos dolgokról hozott eltérő ítéleteik jelentik. Ez hívhatott kultúrának, tradíciónak, vallásnak, törvényeknek, szemléletmódoknak. Egy pár példát azért vegyünk elő. Az elmúlt évtizedekben az anorexiás hölgyek jelentették sok férfi társunk számára az igazi nőtípus. Nézzétek meg a filmeket, a kifutókat, kik voltak. Ha 150 évvel ezelőtt megnézzük, akkor a gyönyörű teltkarcsú, nőies, ma úgy mondják elhízott nők képviselték a nőket. Mi volt? Csak egyfajta hitrendszer, ami alapján most egy hölgyet csinosnak találunk, vagy azt mondjuk, hogy ez köszönöm szépen, nem kell. Mindenkinek ugyanaz a genetikai felépítése, most nem menjünk mélységeibe. Ha fölboncolunk egy fekete embert, egy kínait, egy európait, hogyha megnézitek maga a hardware, amiben létezünk, az mindenkiben ugyanaz. Mégis nézzük meg, hogy akkor mik a különbségeink. Próbáljátok meg egy muszlinnal azonosulni ebben a pillanatban. Volt egy érdekes beszélgetésem, el kell mesélnem személyek nélkül, mert úgy még durvább. Egy muszlin családhoz érkeztem, nagyon-nagyon sok voltak, vendégül láttak, és elkezdtek engem izélgetni, hogy ti méreztek disznóhúst. Elmondom, drága barátom, amikor itt voltatok 150 évig, akkor kipakoltátok a portákat, és nem maradt semmi más nekünk, csak a disznó, amit az erdőből behoztunk, és kénytelenek voltunk. De hát a disznó az egy tisztátalan állat, hogy lehet azt megenni? Mondom, az a helyzet, hogy a vallásotokban azért alakult ki, hogy nem esztek disznóhúst, mert a hajnalban levágott disznó, hogyha nincs feldolgozva, 3 óra múlva benne lévő magas víztartalom miatt bomlásnak indul, és ezért az ilyen meleg tájakon lévő vallások általában ezért nem szereti. Még mindig kötözködött velem. Na mondom, se elég volt, hagyjatok békén. Mondom, azért nem szeretitek a disznót, mert alacsonyabban van, mint a kecske. Na most ez egy nagyon csúnya... ugye? Ez egy nagyon csúnya ítélet volt az én részemről. Ugye nekem nem így kellett volna ezt lereagálnom, de csak hogy lássátok azt, hogy egy ekkora baromságon mekkora különbség van. Ülj le egy indiaival beszélgetni, és próbáld meg őt meggyőzni a tehénnel kapcsolatos dolgaikról. Tehát látjátok, hogy igazából kulturálisan, vallás szempontjából tökéletesen programozottak vagyunk, és ezek a programok generációról generációra bennünk vannak, és ez alapján élünk. És most jön igazából, remélem, igen, következő kép, amit nagyon tanulságosnak tartok, és ez egy állapot ábra, de inkább állatokról van szó. Hogyan lesz a farkas a bárányból? Az első dolog az észlelés. Ugye mindenki a szemén keresztül észlel egy báránykát. Már nagyon sok vita van abban is, hogy egyáltalán
hogy látunk, hogy észlelünk, ugye? Mert a szemünkön keresztül, speciális idegpályán, bent az agyunk mélyebb rétegeiben észlelünk bármit is. És arról, hogy arról mit látunk, hogy ez egy bárány, vagy esetleg egy farkas, erről közös megegyezéseink vannak. Mi a fütyöt tudunk a világról című filmben, biztos emlékeztek arra részre, amikor megérkeznek Kolumbuszék Amerikába, és az ott élő indiánok hiába nézik a hajókat, nem látják, nem értik, nem tudják felfogni, hogy mi az, mert nincs a kognitív memóriákban tapasztalás azzal kapcsolatban, hogy mi ez az óriási hajó, és ott állnak sóbálványk, és nem tudják, mi az. Na, mi azért már sokkal előbbrébb tartunk, az észlelés vagy érzékelés, ezek azonos fogalmak. Bármilyen dolog, amit észlelünk, az igazából semleges. Az a barika, az egy barika, nem kell mindent, hogy jaj, de kis aranyos, jaj, de büdös, jaj, de megenném, stb. Bármit, amit látunk, azt mi nem hagyjuk szó nélkül, azonnal egy ítéletet teszünk mellé. Ez nagyon fontos, mert itt kell megfognunk a lényeget, hogy milyen módon alakulnak ki az ítéleteink. És akkor itt most egyre nagyobb tágkörbe kialakul, hogy hogy alakult ki a Matrix, hogy működik a gondolat. Ott van a vélemény. Hányféle vélemény módosító dolog van? Egyrészt ugye megszületünk, sajátosan a szüleink duruzsolnak a fülünkbe, késvilla oló gyerekezébe nem való, ne menj ki a hidegbe, mert megfázol, úgy is lesz, stb. Stb. Csak most tegyük hozzá a médiát, ami tökéletesen tudja befolyásolni az ítéletrendszerünket. Folyamatosan megmondja, mit tegyél, mit gondoljál, milyen reakciód legyen erre, arra a dologra, és egy idő múlva nem, hogy csak befolyásol téged, hanem már te vagy, aki ennek a véleménynek a fenntartója vagy. Így lehetett megcsinálni, hogy több száz éveken keresztül inkvizíció volt, bár az emberek tudták, hogy a krisztusi szeretet miről szól, de azért több tízezeren kimentek egy inkvizíciót, egy boszorkányégetést megnézni, és gyakorlatilag ez elfogadott volt. Ugyanez volt, hogy a vallás nevében elmentünk, és több tízezer muszlimot és gyermeket megöltünk a Szent Keresztes háborúba, mert a vallás és a mi rendszerünk ez erre felhatalmazott bennünket, igaz? Ezek mind-mind csak vélemények, gondolatok, ítéletek, ami alapján mi éljük az életünket. És akkor most jön a következő, ami nagyon fontos, hogy amikor bármit hallasz, érzékelsz, egy színt, egy illatot, és nincs igazából tudatos véleményed róla, hanem valami a mélyről, a tudatalattiból felkerül, és azt mondja arra, hogy elutasítod, vagy elfogadod, vagy ideges leszel tőle, vagy bármi. Ezek a genetikai kódolásaink, amik alapvetően befolyásolnak egyébként minden népcsoportot, és ez a nyelvünkben öröklődik át leginkább. Az ajurvédát, illetve a védás tudást több ezer éven keresztül nem írták le papírra, hanem a nyelv alapján, a szövegek alapján adták át a tudást az embereknek. És olyan érdekes, hogy ezek mind genetikai kódokba íródnak bele, mert a genetikai kódok nem mások, mint speciális, óriási antennarendszerek. Ott rengeteg rezgéskép van, ami utána egy másik sejttel találkozva képes önmagát kifejteni egyre bonyolultabb formai alakzatokban. És a DNS egyébként gyönyörűen el van egy sejt magjában, akkor szokott változni, amikor egy külső vibráció alapján egy újabb információt kell beírni. Na most ezeket genetikai ágon, történelmi ágon tökéletesen őrizik. Aki már volt családállításon, az már saját maga is meg tudta tapasztalni, hogy milyen érdekes az, hogy a tudatalattinkban még foglalkozunk a szüleink, a nagyapáink és mindenféle visszamenő őseink problémájával. Tehát azok az ítéletek a legmélyebb zsigereinkbe vannak benne, és amikor valamiről kialakítjuk a véleményünket, akkor általában egyrészt a jelenlegi életünknek a mintáit használjuk fel, másrészt a tudatalattinkból lévő dolgokat szedjük elő. És akkor itt egy kicsi betekintés a tömegmanipulációba. Miért nem lehet nekünk megismerni igazából a saját történelmünket, a saját gyökereinket? Azért nem, mert a fiatalok, minden generáció a példák alapján dönti el, hogy milyen életet fog élni. Hogyha mi folyamatosan evidenciával tudjuk tartani a magyarság ősiségét, a szellemiségét, a tudását, ez nincs tudásrombolás, nincs identitás elvétel, akkor nem tud a fiatalok fejében megőrülni ez a virsli, nem tud ez a... Milyen burs, hogy hívják? Na mindegy, ti tudjátok, kiről beszélek. Tehát nem azokat, mint gyerekek 14 éves korban
azt mondják, hogy nekem az a dolgom, hogy nekem celebnek kell lennem. Mi még azt sem tudtuk, mi az a celeb, ugye? De most, mivel neki nincsen más információja a világból, ő folyamatosan az alapján építi a kis világáját, amit a médiából hall. Ezért nagyon fontos, hogy milyen beszélgetéseket, milyen kapcsolatokat tudunk fenntartani a gyermekeinkkel, a rokonainkkal, az őseinkkel, mert ezek a példák fognak beivódni a véleményalkotásba. És utána ők köröm szakadtáig ezt fogják fenntartani. Nézzétek meg a mikorosztályunk a Woodstockkal, a Rainbow forradalommal, teljesen el voltunk alélva abban az időben. Szeretkezt szabadon, közben vitték a fiainkat a vietnámi háborúba, stb. Mindig meghűítették az embert, és erre kell nagyon vigyázni, amikor meglátjuk a édesdrága ősbunkót a jacuzziába, azonnal kialakul már bennünk az a vélemény, hogy ezt el kell utasítani. Közben lehet, hogy ő a legmegvilágosodottabb, legmegtisztultabb, legmagasabb energetikai szinten lévő embertársunk, de az ítéleteink, szűrőink keresztül mi ezt látjuk belőle. És ez a legnagyobb kiszolgáltatottságunk, hogy mindig tudnak erre számítani, hogy hogyan lehet bennünket megvezetni. És akkor itt elérkeztünk oda, hogy igazából az észlelésből az érzékelés még nem látás, mondja Hanvas Béla, és nem fejtette ki kiírzába ezt a dolgot. Én érzékelem ezt a kis barikát, de amit látok belőle, azt az ítéletrendszerem által azon a szűrőn keresztül alkotott valóságképem jön ki belőle, és én a barikából ilyen módon vagyok képes egy farkast látni. És nézzétek meg az életben, hány ilyen szituáció van, amikor kimondják azt a szót, és most nem fogod zsidó, cigány, magyar, tót, akármi, hogy ő zsigereinket milyen módon kapcsolgatják be. És hogy minek van valóság alapja, minek nincs, sokszor már kontroll nélkül engedjük, hogy véleményt alkosson, és ilyen kontroll nélkül irányított vélemények alapján vagyunk képesek bármilyen cselekedetet megtenni. És mindaddig, amíg nem leszünk képesek az ítéleteink nélkül reálisan látni az észlelés alapján a világot, addig folyamatosan oda visznek bennünket, ahova akarnak. Menjünk egy kicsit tovább. Mi szabályozza jelenleg a világunkat? A világmindenségben a rend uralkodik. Amikor rend és béke van benned, akkor nincs szükséged külső törvényekre, vallásokra, szabályokra, korlátokra. A tisztaságból fakadó erkölcs, a lélek ismerete, a lelki ismeret szabályozza cselekedeteidet, a világgal való viszonyodat. A belső tisztaság és béke alakítja az új világot. A törvények, a szabályok, a vallások képtelenek az univerzális rend fenntartására, csak azokat szolgálták, akik a törvényeket hozták, és úgy gondolták, hogy felettük állnak. Nézzük meg a jelleg még ma regnáló világot, aki még tudomásul vesz róla, hogy az embereket folyamatosan egyre újabb törvényekkel próbálják szabályozni, pedig hogyha benned nincsen belső rend és béke, a civilizált ember egy bizonyos szituációban ugyanolyan vagy gyilkossá válik. Nézzetek meg, lezuhan egy repülőgép, nincs enniük, 8-10 napon belül kannibálokká válnak az emberek, igaz? Semmiféle törvény nem hat rájuk. Hozzák a hülye törvényeket állítólag azért, hogy egyre nagyobb rend legyen a világban, de lehet látni, hogy az ember által hozott törvények, azok ma nem működnek. És akkor itt van a természet rendje, ami egyébként gyönyörűen meghatározza a világot, az univerzumot, és itt van a belső erkölcsöd, ami alapján te egy tiszta, jó szándékú ember vagy, mert én egyértelműen hiszek benne, hogy ez a hardware, amit az ember megkapta, azt a szoftvert a természet világából, ami gyönyörűen leszabályozta, hogy te, ha belenézel a tükörbe egyébként, meglátod ezt a gyönyörű Fibonacci alkotta élőlényt, hasonlítasz-e bármelyik paragrafushoz? Hát nem nagyon. Inkább a majom testvéreinkhez hasonlítunk, de ők már a természethez való kapcsolatunkat jelentik. Tehát a törvényekkel, ugye az első volt az, hogy lehozták azokat a kőtáblákat, mindjárt felbeverték, ne őj című paragrafus után elkezdték ölni az embereket. Tehát látjuk, hogy a törvényeink, amelyeket az emberek felett hoztak, igazából nem működnek. Vagy vissza kell térni az ősi szabályzó rendszerekhez, én elfogadom az aranybulát, elfogadom a Szent Koronarendet, mert ezek mind-mind a mellérendelő társadalmaknak
a viszonyai tükrözték, de jellegi törvények nem működnek. Tehát csak az az egy dolog működik, ami belőled fakad. És belőled a harmónia, béke van, sose akarsz mást bántani, és sosem akarsz senkit legyilkolászni. Ez egyértelmű. Na, nézzünk egy kicsit bele ebbe a kis képbe, már nagyon sokszor láttátok. És igazából, ugye azért, ha belegondolunk, akkor mégis ebbe a gyönyörű emberbe, ami ugye azt mondtam az előbb, hogy a maga a számítógép alapprogramja, tehát mindenki ugyanazt a hardvert hordozza. Ugyanolyan az agyunk, stb. Stb. De mégis mi tesz különbséget két ember között? Milyen szinten hozod meg a valóságképedet? Az előbb láttátok azt a gondolatot a barikával, meg a farkassal, hogyha ha a hardware azonos, akkor mit tesz mégis közöttünk különbséget? Ugye most már lassan 10 éve mondjuk, hogy megemelkedett a Föld rezgésszintje, és egyre több ember képes magasabb rezgésszinten élni, dolgozni. Ez igazából a hétköznapokban úgy jelentkezik, hogy bizonyos kihívásokra, bizonyos megszorításokra milyen módon, milyen válaszokat adsz. Tehát gyakorlatilag, ha az anyag szintén élsz, hogyha meglögdösnek a buszon, akkor nagyon gyorsan vissza kell lögdösnöd, ha dudálnak rád az autóba, akkor vissza kell anyukáznod, ha rád anyukáznak, megállsz, és stb. Akkor azon a rezgésszinten vagy, és olyan típusú szituációkat és embereket vonzol be magadnak. De van a legmagasabb rezgésszint, aki azt se tudja, hogy eljött itthonról, itt lebeg közöttünk, ő a spiritualitás édes szárnyaló galambja, és nem foglalkozik a földi anyaggal, ahol egyébként valamiért leszületett, és dolga van vele. Tehát ez egy érdekes ábra, hogy tulajdonképpen ez szerint valóban tagozódunk, hogy mi alapján alakítjuk ki a valóságképünket. Mindenki egy azonos szituációra teljesen másképp reagál. És akkor mindjárt vegyünk egy édes durva példát, hogy hogyan ítéled meg a halált. Ugye? Azért az emberekben néha-néha, akár naponta többször is, hogyha betegek, ez a gondolat felmerül, hogy a halállal mit tudok én kezdeni. Amikor az anyag rezgésszintjén érzékeled az életet, csak ebből a látásszögből vagy képes megítélni az eseményeket, tehát nincs magasabb rálátási lehetőségek a dolgokra. Láttátok az előbb, amikor a gyökércsakráról, vagy éppen a koronacsakráról indultak az erővonala ki, az pont azt jelenti, hogy minél magasabb rezgésszinten éled az életed, annál nagyobb rálátásod van az eseményekre. Einstein mondja valahogy, hogy ha valamilyen szituációban benne vagy, azon a szinten nem tudod megoldani, mindig felül kell emelkedned, egy másik szintről tudod azt a problémát megoldani. Nem működik ez másikban, mi életünkben sem. Az alacsonyabb rezgésszinteken még tökéletesen képesek vagyunk az anyaghoz, a birtokláshoz, a másik embertárshoz úgy ragaszkodni, hogy véletlenül se engednénk el azt a örökséget, a vagyont, bármi. És nézzétek meg, mit tesznek velünk magyarsága, mit tesznek? Minden, amihez ragaszkodni tudunk, anyaföld, házaink, birtokaink, tökéletesen kiszolgáltatottak lettünk ez ügybe, és szinte mindenünket elvették. A rendszerváltás előtt itt a lakosság 80-90%-ának saját tulajdona volt, ma igazából 15%-ra megfordult ez az arány teljesen. De nem ez a fontos. Nem ez a fontos. Bármikor tudsz anyagot teremteni, hogyha anyagra lesz szükséged. De a lélek, amiről egyre többet beszélnek itt, mert a lélek ezelőtt 20 évvel nem is szerepelt. Az, hogy lelkünk van, az elmúlt 10 évben egyre többet hallatja magát az emberből szól, és ő meg akar szabadulni ettől az anyagi kötöttségtől. A lélek az nem anyagi jellegű. A lélek az a okozat, ami létrehozta a létezőt, az életet. Ide az anyagba tanulni jöttünk, de nem az anyag vagyunk. Tehát, hogyha aki az anyagszintű létezésben hisz, az nyugodtan most tényleg kap egy csokoládét, kimehet a teremből, de egyszerűen fogjuk már föl, hogy csodálatosak vagyunk így, ahogy vagyunk az életben, de van egy felsőbb rendező elv, ami alapján élünk. Tehát ebben ezt el kell fogadnunk, nem is hinnünk kell benne, el kell fogadnunk, mert különben ebben az új világban lehetetlenség lesz a bármiféle létezésünk. Amikor rájössz, hogy nincs halál, mikor jössz rá? A legmagasabb rezgésszinten élő ember, aki már érzi, hogy teljesen felszabadult az anyag ragacsából, felfogja létezése forrását, ami anyagtalan, tehát számára a halál fogalma semleges és ítéletmentes. Létezése, a tágulások és a szűkülések örök sorozata, a tanulás és a fejlődés jegyében.
aki már volt halálközeli élményben, vagy ilyen buddhista tanításokban részt vett, vagy eljutott a meditációnak azokra a szintjeig, amikor már csak érzései voltak, elvesztette a testének a súlyát, csak meleget, hideget, nyomást érzett magával, akkor érezte igazából, hogy hol van ő, mi az az állapot, ami igazából őt jelenti, amivel idáig soha nem találkozott, mert minden dologra az agyunk azonnal reagál, megmondja, mit tegyél, hol tegyél, mi a dolgod a világba, és ebbe az őrült nagy mókuskerékbe folyamatosan belegebedünk, belebetegszünk. Tehát amikor a lélek felül tud emelkedni az anyagon, már pedig most ezt a korszakot éltük meg, amikor látjuk, hogy az anyag nagyon fontos dolog, de van fölötte még egy számunkra idáig tudatos, tudattalan, amivel nem tudtunk találkozni, igazából ő az élet forrása. És ha elfogadjuk a lélekvándorlást, mert egyébként a kereszténység is korábbi időszakában elfogadta ezt, hogy nem úgy van, hogy majd egyszer feltámadunk, hanem a lélekvándorlások, folyamatos tanulások és tapasztalások időszaka, akkor látjuk igazából, felfogjuk, érzékeljük, hogy nincs halál. Persze nagyon nehéz elveszteni egy szeretett gyereket, egy szülőt, bárkit. De amikor belemélyedünk és rájövünk, hogy neki ez volt a sors, ő magának választotta, ezt az életet választotta, tovább ment, nekünk ugyanez lesz a sorsunk, akkor egyszerűen ez a fajta görcsös félelem, az anyagnak a legfontosabb kivetülése, a félelem, ami az emberek életében van, és ennek a legmélyebb vetülete a halál, az életelvesztése, de itt idáig mindig az anyagi testünk elvesztésével hoztuk ezt közösségbe, és az, hogyha rájövünk azt, hogy ez az édesdrága lélek, szellem, ami bennünk lakozik, ez halhatatlan, és mindenkinek olyan óriási lehetősége van, hogy az életében fejlődjön, megtalálja azokat a csatornákat, hogy ő kifejtse önmagát, hogy tudjon valami másképp élni, gondolkodni, a másképp tudást megtanulja az életben, akkor tud elérkezni abban az állapotban, hogy tudjon változtatni az életén. Mert nem a társadalom fog megváltozni, hanem azáltal fog itt minden megváltozni, hogy mi egyénenként átalakulunk. Ezt már sokan elmondták, sokan szajkozzák, de higgyétek el, most nem a putyilovgyári munkások fogják elfogadni a Aurora hajót, hanem itt minden egyéni, óriási átalakulásokon kell átmenni, hogy utána lássuk egymásban meg az igazi lelket, akik vagyunk tulajdonképpen. Hogyan éljük meg, hogyan éled meg a benned lévő anyag megvilágosodását? Amikor rájössz, hogy tiszta tudattal, mély szeretettel bármit megvalósíthatsz az életben, testedben, az éber tudatosság nem több, mint minden pillanatban kontrollálod a kimondott szavaidat, kimondatlan ítélkezéseidet, figyeled a belső testi reakcióidat a különféle észlelések kapcsán. Amikor ezt meg tudod tenni, megérkezel a jelen pillanat varázsába, forráshoz. Számos előadás volt itt Grabovoyról, új germán medicína, ezer egy módszer, theta healing, akármi, miről szólnak ezek a dolgok. Amikor te rájössz, hogy milyen módon hoztad létre önmagadba, hogyan teremtetted, manifestáltad meg a testi jelenségedet, ami lehet külső változás, lehet belső betegsége formájában, amikor rájössz, hogy ez a betegség az addig tart, ameddig tanít, és már megfigyeled azt a betegséget, most az új germán medicínáról beszélünk, és már nem sokkot kapsz tőled, hogy Úristen, akkor ez a daganat, ez akkor engem el fog pusztítani, mert onnantól bekerülsz ebbe a végtelen mókuskerékbe. Ez a tudatra ébredésnek az a pontja, amikor meg tud küzdeni a betegséggel. De ezt a pontot meg csak akkor éred el, hogyha a tudatosságodat viszont te irányítod, és nem engeded meg minden pillanatban, hogy az ítélkezéseid és a gondolataid rángassanak jobbra-balra. Az a helyzet, és nem gondot akarok mondani, hogy több ezerféle ilyen rángatás van az életedben, bármiről, amiről, meglátod a másikat, milyen ruha van rajta, engem nézel itt, rólam is gondolsz valamit, az ítéleteink halmaza vagyunk. És abban a pillanatban érkezünk meg a forráshoz, amikor ezt el tudjuk kezdeni kontrollálni. Ez nem egyik pillanatról a másikra van, hanem amikor ez, mit tudom én, egy-két percig tart először, és egyre hosszabb ideig tudsz ebben az állapotban tartózkodni. És akkor tisztázzuk azt, hogy mi a forrás állapot, mert erről is rengeteget beszélnek, de igazából tapasztalásunk nincsen. A forrás állapot az a fajta, és akkor most visszamegyünk a számítógépek és az internet világába, hogy folyamatosan itt van nekünk egy speciális wifi jel, a wifi-t már nagyon sokan ismeritek, ahonnan mi tulajdonképpen bármilyen információt képesek vagyunk
letölteni, és amit letöltünk, mi azt használjuk. Na most a Wi-Fi jelek között ugyanúgy ott van a legfelsőbb rezgésszintű, legmagasabb rezgés energiája, ez a forrás állapota. Van ennek más neve is, tiszta fény, aminek már nincs árnyéka, a tiszta szerezet. Ezer aspektusát láttátok már. Ez az önvalónk. Akkor vagyunk ebben az állapotban, amikor már ki tudtuk kapcsolgatni a múlttal, a jövővel való félelmeinket, az elménknek a rángatási effektusait, mert minden, amit nem mi vagyunk, az irányította idáig az életünket. Az ítélkezéseid árját, ahonnan többet vagy képes a jelenben tartózkodni, nem sodródsz el a gondolataiddal a forrástól. A jelenlét együtt jár a forrás folyamatos érzékelésével. Akkor megérkeztünk Eckhart Tolle-mesterhoz, hogy miért erről beszélsz, hogy tartózkodj a pillanatban. Jó, ügyes vagy, de hogy tudsz, mert itt a kulcs. Akkor tudsz a pillanatban tartózkodni, ha előttőleg figyeled, éberen figyeled azt, hogy mit engedtél meg magadnak be az elmédbe, mi alapján vagy képes önmagadat folyamatosan befolyásolni, hogy alakod ki az életedet. És tényleg, hogyha őszinték vagytok magatokkal, akkor rájöttök, hogy valóban az ítéleteink szövevényével rendelkezünk. Kértem Ágit, küldjem át valamilyen képet, hogy milyen ez a homoláv. Hát mondom, küldj egy Krisztust. Á, nem mindenki szereti. Mondom, akkor küldjél valami, mit tudom én, Mohamedet. Mohamednek nincs fényképe, tudjuk. És akkor rá kellett jönnöm, mikor átküldte ezt a dzsakúzis ember, hogy nekem is, nézd már meg, miért nem ő lehet a tiszta, szerethető ember? Csak az ítéleteim miatt nem lehetett ő az, igaz? Ott ül a kis ősforrásába, a dzsakúziba, és én ne ítéljem őt meg azért, hogy ő ezt vagy azt teszi, mert lehet, hogy ő, igenis ő, aki már megérkezett, és a forrás állapotában, ebben az édes boldogságban képes ücsörögni. És akkor ki a homoláv? Az élet és a halál végtelen vándora az anyagban testre töltött lélek, ahol mód nyílik a felemelkedésre, a megvilágosodásra. A jövő nagy kérdése, hogy az új emberi faj igénybe veszi a létezéshez a fizikai testet, vagy egyszerűen tudatára ébredve szabadon megjelenik bármelyik létezési formában. Aki követte a VNTV adásait, azt látta a Madóval készített adást, amire rengetegen fölháborodtak, 2000 komment jött rá, hogy ez a Madó meg van őrülve. Amikor ő semmi más nem mondott, mint azt mondott, és nem csak ő mondja, a Sri Aurobindo is ezt mondja, hogy az ember jelenlegi állapota, ez az evolúció legfelsőbb foka. Tehát ha én a tudatomat képes vagyok egyetlen egy vízsebben koncentrálni, akkor nekem nem feltétlenül kell ebbe az édes drága bőrzacskóban jelen lennem, hanem bárhova képes vagyok kihelyezni a tudatomat. Erről a Transzcendens című film szólt, amivel Dino-val kitárgyaltuk ezt az egészet. Én azt gondolom, hogy jelenleg nem ebben a fázisban vagyunk, hogy mindenki kiszáll a testéből, és megy világá, és nincs közünk ez a bőrzacskóhoz. Igenis azért kaptuk ezt a testet, hogy barátkozunk meg vele, de ébredjünk a tudatunkra, hogy mi nem vagyunk azonosak ezzel a kis bőrzacskóval, hanem igazából az oka kiváltót, a lélek az, ami gyakorlatilag uralja ezt a testet. A mostani adásunk, ami kiment, a gépek lázadása, az nem a gépekről szól, hanem az ember lázadásáról. Az ember, akiből gépet akartak csinálni, és pontosan úgy, hogy folyamatosan befolyásolták az agyműködését, a véleményét, a valóságképét, és abban a pillanatban rájön, hogy mit művelnek vele. Rájön a tudatosságra, az éberségre, rájön arra a technikára, és ezer mód van a technikára, hogy te lebonts magadról az ítélkezések fájtlát. Említettem a meditációt, a theta healinget, de számtalan dolgot tudnátok itt elmondani, sok út vezet a helyre, de lényeg az, hogy az ítélkezések rabságától kell megszabadulni. És abban a pillanatban, hogy ezek elmennek a testedből, egy teljesen más emberként légiessé válsz, mert ezek az ítéletek annélkül, hogy tudnál róla, a tudatalatidból mindig rángatnak, egyfajta mozgást veszel föl, egyfajta viselkedési attitűdöd van, egyfajta ételt vagy csak hajlandó enni, annélkül, hogy rájönnél, hogy minden te művelsz magaddal. Mert az előbb tisztáztuk már, hogy a gondolat és a tudatalatti mindent képes létrehozni az emberi testbe belül. Igen? Akkor ezt képes vissza is fordítani. És ekkor jössz rá igazából, hogy a közös teremtő vagy az Istennel, mert őróla tudtuk, hogy ő megteremtette az ember. De az ember rájön, hogy képes magában átalakítani a dolgokat, akkor rájössz arra a világra, ahol egy vagy a teremtővel. Hogyan született meg a szerethető ember, a homoláv? Ráébredtünk, hogy egyek vagyunk Istennel.
Ez egy idézet, ami egy székely templom falára van felírva. Istenem, benned van országod, bennem van országod, mert egyek vagyunk a szeretetben. Megélhetjük a létezésnek azt a tiszta állapotát, amikor már ítéletmentesen, a legmagasabb szemszögből vagyunk képesek teremteni a valóságot. A forrás állapotban teremthetsz újra békét, szeretetteljes új világot. Ez azért nagyon fontos, mert bármilyen szinten éled az életedet, minden szinten teremtesz. Ha félelemben élsz, akkor félelmetes dolgokat teremtesz, és tele van a virág, na, mérges kígyókkal, mérgező növényekkel, fegyverekkel. Ezt mind az ember teremtette, minden az embertől való. Abban a pillanatban, hogy megérkezel abba az ős forrás állapotba, mert az isteni állapot nem más, mint a tiszta fény állapota, a benned lévő szeretetben vagy egy a teremtővel. És akkor most megint halljuk a szót, hogy Isten. Megint mindenkinek más averziói vannak. Ezt a világot elfogadjuk, hogy nem egy érdekes, véletlenszerű halmazokból jött létre, hanem igenis egy tudatos teremtésről van szó. Akkor igenis mi a nagy kreatornak az alapérzését, az alapgondolatait megtapasztalva, megélve, ugyanazokkal a képességekkel rendelkezünk. Mi, ha mi egyetlen egy kis csebben, egyetlen sejtben a holografikus univerzum lenyomatai vagyunk, akkor amikor megtapasztaljuk ezt az érzést, és egyre többet, ezt a melegséget, belső forrót, amit majd mindjárt megtapasztaltok, ha bejön Szúrásmester, akkor higgyétek el, hogy képesek vagyatok az öngyógyításra. Hány csodálatos esetről hallottatok, amikor lemondtak emberekről, meghalnak, és akkor megérkeztek valahova. Mondta, hogy megvilágosodott, bármi, de egyszerűen kitörölte magából azokat a dolgokat, amivel megbetegítette magát. És nincs itt visszafordíthatatlan dolog, az ember mindenre képes, ebben vagyunk egyek a teremtővel, és most direkt nem Istent mondtam. És semmi más, mint ezt a magas rezgésszintű állapotot kell megélni, amit tulajdonképpen mindenkinek az életében már nem volt olyan, hogy ez pillanatokig nem következett be. Mert mindenkinek volt már ilyen teljesen testet átjáró forróság érzete, csak azt tegye fel a kezét, akinek még nem volt soha. Köszönöm szépen, én erre vágytam. És igazából Áginak átadnám a szót, és meg azokat a tapasztalásokat, ugye ezt az utat közösen járjuk, nem csak veletek, hanem vele is. Odaadom neked ezt a gyönyörű mikrofon. Hát, ez is egy tapasztalás. Akkor készített kis prezentációt, nem tudtam. Igazából ez egy nagyon nehéz téma, mert olyan dologról kell beszélni, ami mindenkinek más és más, és a belső ényében megfogható, felfogható. De amikor én is rádöbbentem még az előadásom írásakor is, hogy te figyelj, hát neked még mindig bajod van ezzel az emberrel, akkor rá kellett jönnöm, hogy igenis, még magamon folyamatosan dolgoznom kell. Tehát pillanatokig, hosszú órákig már benne voltam ebbe a forrás állapotban, de igazából akkor leszel ez a szerethető embertípus, a homoláv, amikor eléred ezt az állapotot, amit a jelenben való létezésnek írunk, de semmi más, hanem gondolatgyógyászat, az ítéletektől való szabadulás. Köszönöm át. Nem sok időnk van már, úgyhogy nem akarom se fárasztani tovább a társaságot, se nagyon terhelni. Amiket egy nagyon érdekes dolog történt, nem egyeztettünk egyik előadóval sem, hogy ki miről fog beszélni, ugye nagyjából a téma megvolt, de amit én is összeállítottam, az nagyjából szintetizálná a mai napot, még az utolsó előadáson kívül. Tehát gyakorlatilag mindenki ugyanarról beszél. A rossz hírem, van egy jó hírem, meg egy rossz hírem, a rossz hírrel kezdeném. Ez a felébredés, ez igen, valóban meg fog történni. De valódi felébredés és megvilágosodás úgy néz ki, hogy anélkül, hogy ténylegesen megértést nyernének a dolgok, hogy mi ténylegesen elkezdenénk magunkon, önként, szabad akarattal, ezt választva dolgozni magunkon, nem fog tudni abban a formában megtörténni, ahogy mi azt elképzeljük, ahogy szólnak ezek a gyönyörű szép tanítások. Ez a rossz hír. A másik ugye a jó hír, hogy abban a pillanatban, amikor az embernek jön egy felismerés,
hogy mi van ezzel a világgal, hogy érezzük, hogy valami van ebben a világban, valami történt ebben a világban, hiszen annyian mondják ezt, az internet csak erről szól, csöpög mindenből ez, hogy ébredjünk fel, tudatosodjunk, hogy van lehetőség arra, hogy ne csak a sorsnak egy elszenvedését, egy áldozatai legyünk, és úgy éljük le az életünket, ahogy ezt például Villás Béla is mondta, vagy ahogy Dino mondja, hogy mindenképpen fel fogunk ébredni, és akkor várunk a csodára. Nem, azért ez így nem történik meg, viszont ahogy a szándék megjelenik bennünk, egy érdeklődés, amint feltesszük azt a kérdést, hogy mi a csoda folyik ebben a világban, abban a pillanatban gyakorlatilag ez a kérdés már eltakarítja az útból azokat az akadályokat, amik innen elválasztanak minket. Tehát, hogyha valakiben egy őszinte érdeklődés már megjelenik, ha már egyetlen felismeréssel megérti azt, hogy nem az, semmi nem az, aminek látszik, és igen, van valami lehetőség, van valami nagyobb, van valami több, van valami érdekes, van valami különleges, ami létezésünkben, van valami más, amit eddig gondoltunk és hittünk, innentől kezdve gyakorlatilag beindul egy automata folyamat. Ami történik velünk, ugye én csak nagyon röviden összefoglalnám azokat a jeleket, azokat a tüneteket, amik miatt eljöttek például egy ilyen rendezvényre. Ugye már innentől, amikor már valakiben felmerül a kérdés, hogy mi történik velünk, hogy mi van velem, lehet, hogy van lehetőségem, lehet, hogy van valami, valakik már másképp csinálnak dolgokat, valakiknél már látszik, hogy valamit mást éreznek, mint mi, valamit tudhatnak, valami furcsaságot mondanak, ezeknek az embereknek a száma egyre kezd tömegekké alakulni. Ez a fesztivál is már azért jött létre, mert nagyon-nagyon sokan jelezték azt, hogy igen, érezzük már azt, amiről szó van a filmekben, igen, mi is tapasztaljuk azt, amiről szó van, érzékenyekké váltak az emberek, egy finom érzékelés kapcsolódott be az emberekben, hogy ez most tudatosan történt, vagy nem tudatosan, ezt mindenki saját magában tudja csak megtapasztalni, megélni, vannak rá valamilyen emlékei. És ez a rendezvény is már azért jött létre, mert egyre nagyobb igény van arra, hogy az emberek megtapasztalják ezt, hogy valóban nem csak ővelük történik ez, hanem másokkal történik ez, másokkal is. Gyakorlatilag ez az egyéválás, az együttérzés és az együttműködés megindult egy ilyen tudati szinten, tudati energia szinten. Gyakorlatilag, ahogyan együtt eljöttetek erre a fesztiválra, rengetegen gondolták azt ma, hogy ide eljönnek. Van egy erő, van egy hátsó mozgató erő, egy felső, egy magasabb mozgató erő, ami elhozott ide mindenkit. De gyakorlatilag, amikor valaki már elkezd azzal foglalkozni, hogy meg szeretné tudni, hogy mi a világnak a titka, mi az ő életének az értelme létezésének a lényege, onnantól kezdve beindul egy engedélyt ad tulajdonképpen magasabb dimenziókban lévő energiák felé, hogy minden segítséget és támogatást megkapjon ahhoz, hogy erre a kérdésre meg is kapja a választ. Egy kicsit beszélnék az egómentességről. A legnehezebb részek ezek, amikor elindulunk ezen a folyamaton, amikor már nagyon érzékenyek vagyunk, és mindenféle, amikor kezdjük megérteni, hogy mi miért történik velünk az életünkben, és ahogy Egedi Melinda mondta ma, hogy egy alkimikussá válunk, egy alkimia indul meg bennünk, ami azt jelenti, hogy már mi magunk dolgozunk a saját dolgainkon, mi magunk kezdünk el dolgozni az energiánkon, elkezdjük megérteni az összefüggéseket az életünkben, elkezdjük megérteni azt, hogy mi tehetünk arról, ami történik velünk, ahogy mondta Dino is, ahogy mondta Kovács Magyar András, mi teremtjük a saját környezetünket. Ahányan voltak itt már előadók, ahányan előadást hallottatok, mindenki más szemszögből közelít, valaki a kvantumfizika szemszögéből, valaki biológia szemszögéből, valaki spiritualitás lelki oldalról, valaki testi oldalról, és valahogy a végén mindenki ugyanazt mondja. Az egóról nagyon sokat beszélünk, az egó gyakorlatilag egy olyan érdekességünk, amitől mi egy egyéniségnek érezzük magunkat, ami nagyon fontos ebben a világban, hiszen valójában azok vagyunk. Addig nincs is baj, az egyéniségre szükség van. A baj akkor van, hogyha ennek az egyéniségnek mindent érdemként tudunk be. Tehát abban a pillanatban, ahogy én jobbnak érzem magam, többnek érzem magam, felemelkedettebbnek érzem magam, spirituálisabbnak érzem magam, ezek még mindig az ego játékai. Az ego az gyakorlatilag azt szereti, azzal táplálja magát, hogyha ő érzi azt, hogy ő tehet arról, minden sikeréről, minden jó dolgáról ő tehet, és gyakorlatilag erről az érdemességről, erről soha nem akarunk lemondani. A nagyon fontos rész,
a felébredésünk során, illetve azon az úton, amikor már elindul egyfajta automatizmus. Tehát ebben ez valahogy most a világban meg van emelkedve a rezgés szinte, ahogy István is mondja. Megemelkedett az embereknek a rezgés szintje. Ahogy egyes emberek egyéni útjukon elkezdik megemelni a rezgés szintjüket, mert igazából nem a rezgés szintjük emelkedik meg, hanem az az tompító hitrendszerek, érzelmi blokkok, beakadások, traumák, amik gyakorlatilag visszahúznak és lecsökkentik az energiaszintünket. Gyakorlatilag, amikor valaki ezekhez tudatosan hozzányúl és elkezd tőle megszabadulni, attól automatikusan elkezd gyakorlatilag elérkezni arra a szintre, ami eredetileg a mi működésünk lenne. A felelősségvállalás. Hogyha rájövünk arra, hogy mindenről mi tehetünk, hogyha minden a mi kivetülésünk, ha mindent mi teremtünk, akkor gyakorlatilag minden belénk vezet vissza. Nagyon sokan elmondták, hogy ne a külső környezetünkbe keressük a hibást, ne a külső környezetünket akarjuk megváltoztatni, hanem belül van a megoldás. Jogosultságunk csak ahhoz van, hogy magunkon dolgozzunk, egy önmunkát, egy alkimiát, egy belső alkimiát elkezdjünk végezni. És ebben az a csodálatos, hogy abban a pillanatban, hogy valaki ezt felismeri, abban a pillanatban, hogy elkezdi, megmeri azt tenni, hogy saját magát hibáztatja, vagy teszi felelőssé az életéért, abban a pillanatban tud megváltozni minden a környezetben. Tehát ezt legalább kipróbálás szinten egy-egy témakörben érdemes kipróbálni, mert a szemléletmódunk, ahogy a világot látni tudjuk, ahogy ezt a bizonyos ősembert abban a jacuzziban látni tudjuk, azt magunkban is meg kell tudni változtatni. Tehát nem elég egy gondolat, hogy na jó, akkor én holnaptól megváltozom, megígérem, nem működik, nem így működik, ennél sokkal mélyebben vannak beprogramozódva belünk a dolgok. Tehát gyakorlatilag a felelősségvállalás addig, amíg még én bárkit hibáztatok, a múltamért, a nyomoromért, a fájdalmamért, a betegségemért, az elfoglaltságaimért, bármiért, addig én még nem vállaltam fel a saját magamért a teljes felelősséget. Amikor én magamban elkezdek dolgozni, vagy bárki saját maga felé fordítja a figyelmét, nem önző módon, nem úgy, hogy innentől kezdve érdektelen számomra a világ, hanem pontosan azért teszem meg, hogy én ne legyek egy negatív hozzájárulás a világhoz. Ahogy én megteszem azt, hogy saját magamban kitakarítom azokat a negatív rezgéseket, a rossz gondolatokat, az ítélkezéseket, abban a pillanatban a világból csökken, legalább egy emberrel kevesebb van, aki így gondolkodik, és aki ilyen érzelmeket táplál, és ezt teszi hozzá a világhoz. Abban a pillanatban ez egy teremtő intelligencia segítségével történik meg, hogy módosulnak bennünk. Aki elkezd ezen az úton járni, az rájön, hogy nem kell valláshoz, nem kell spiritualitásnak hívni, ezt nem kell semminek elnevezni, nem kell felcímkézni ezt a dolgot, amit csinálunk, hanem ez az eredeti létezésünknek a lényege. Nem kell semmit készen elfogadni, nem kell semmit elutasítani. Egyszerűen önmagunkban mindenre megkapjuk a választ. Amikor valaki elkezd önmagán dolgozni, akkor észre fogja venni, hogy itt is például a VNTV-n hány műsor van, és gyakorlatilag mindegyik ugyanarról szól, mindegyik út ugyanoda vezet. A végső út mindenképpen egy letisztult, egy önmagunkra találó, egy saját magunkat őszintén hazugság és nélkül és tisztán élő, energikusan az élet fényes, napos, elégedett oldala felé tudva forduló, egymást szeretni tudó, az együttműködést megérző irányba vezet. A felelősséget, hogyha felvállalom saját magamért, akkor már nem bántok senkit. Onnantól kezdve tudok gyakorlatilag másoknak megbocsájtva, saját magamnak is megbocsájtani. Van egy nagyon szép mondás, hogyha valami nem tetszik magadban, azt ne bántsd a másikban. Illetve nem a másikban tudjuk megbántani azt, ami nekünk rossz érzés. Ahogy elkezdünk saját magunk felé fordulni, és elkezdjük megérteni, hogy aki a környezetünkben él, az is én vagyok. Hogyha én valakit rossznak tudok érzékelni, akkor az én vagyok, mert az én érzésem, az az én látásmódom, nem a másik. Ha valakiről úgy érzem, hogy ő bánt engem, az is az én érzésem. Pontosan ezért csak saját magunkban tudunk mindent változtatni. Az ítélkezésmentességet nem akarom ismételni, István elmondta gyönyörűen, hogy attól még, hogy mi elkezdünk másképpen gondolkodni, az nem azt jelenti, hogy a valóságtól teljesen elrugaszkodunk, és innentől kezdve nem veszük észre azt, hogy a világban mi folyik.
ez nem azt jelenti, hogy elfordulunk a világ eseményeitől, és egy passzív módon, egy ilyen elkerülő módon hagyjuk sorsára a dolgokat, hanem észrevesszük ugyanúgy egy megfigyelő állapotban, látjuk azt, ami körülöttünk történik, de tudjuk, hogy nem egy lázadással, nem a tükrömnek az összetöréssel, aztán a következő tükrömet megint összetöröm, semmi nem változik meg. Aki a tükörbe néz, az nem változik meg. Csak azt tudjuk megváltoztatni, aki a tükörbe néz. És hogyha valaki ezt komolyan gondolja, és el tudja fogadni, vagy legalább kíváncsiságból elkezdi, hamarosan meg fogja látni, hogy ez valóban működik. Ami nélkül ez az egész nem megy, az az alázatnak a hiánya. Az alázat az igazából azért kell, nem a megaláztatásért, hanem hogy el tudjuk fogadni, hogy saját magunknak is van egy nagyobb energiarésze, egy magasabb intelligenciával rendelkező része. Hogyha én azt gondolom, hogy én mindig egy helyzetnek vagyok az elszenvedője, hogyha mindig belekényszerítenek engem, ha én továbbra is csak elszenvedem a dolgokat, ha én minden magasabb, nálam erősebb, nálam okosabbnak vélt erő előtt nem tudom meghajtani még a fejemet, hogyha mindenáron én a továbbra is az egóból akarom irányítani a dolgokat, akkor továbbra sem fog változni semmi. Nagyon fontos, nagyon sok előadó mondta ma is, hogy mivel egyéniségek és egyediségek vagyunk, ezért mindannyian egyénileg látjuk a világot. Ebbe belegondolni egyébként rémisztő. Tehát nincs ugyanaz, egyszerűen elképzelni sem tudjuk azt, hogy mondjuk az a gyertya, az mindenkinek másképp jelenik meg a saját gondolatvilágában, még más színűnek is látja, más méretűnek látja. Elképzelni nem tudjuk, mert csak saját magunkat tudjuk igazából érzékelni. És amikor ezt megértjük, hogy gyakorlatilag csak szubjektív valóság van, saját magam valósága az csak saját magam számára az egyetlen objektív valóság, akkor onnantól kezdve nincs értelme vitáknak, nincs értelme győzködni a másikat, nincs értelme haragudni senkire azért, mert ő másképp lát valamit. Tehát ez egy teljes békéhez, egy teljes elfogadáshoz vezet, aminek az lesz a hozzáadott értéke, hogy minket is el fognak fogadni. Amikor valaki elkezd saját magával foglalkozni, ezt egyetlen módon tudja megtenni, hogy a jelenben tartózkodik. Hogyha valaki a jelenben tartózkodik, mert hogy ugye figyeljük saját magunkat, figyeljük saját reakcióinkat, megpróbáljuk az összefüggéseket megérteni, megérezni, hogy mi miért történik velünk. És gyakorlatilag, amikor én úgy döntök, hogy nem megyek bele egy vitába, tehát érzékelem, hogy jön egy szituáció, és akkor nem hagyom elragadtatni magam, hanem egyet még lélegzek előttem, mielőtt belemegyek és visszavágok. Ebben a pillanatban belekeveredünk már, belehelyezkedünk a jelen pillanatban. Na most ez azért nagyon fontos, hogy mivel ugye teremtő erőnk van, azt hiszem Villás Béla mondta azt, hogy folyamatosan teremtünk, csak nem értünk hozzá. És ugye ez eznek a szakértelemnek a hiánya, vagy legalábbis értünk hozzá, mert nagyon jól csináljuk, csak éppen azt nem tudjuk, hogy mit csinálunk. Gyakorlatilag, amikor benne vagyunk ebben a jelen pillanatban, akkor van az, amikor meg tudjuk gyakorlatilag ragadni azt, hogy mit szeretnénk. Ebben a jelen pillanatban tapasztaljuk és konkrétan megéljük azt, ami történik velünk, és aki tudatos teremtővé válik, az tisztában van vele, hogy ezt megteszi akkor is, ha tudja, hogy még esetleg ebben az életében nem jön vissza hozzá az eredmény. Tehát a nagyon-nagyon fontos, a jövőbe néző tudatos teremtés a gyerekeinkért, hogy a gyerekeinknek egy élhető világot tudjunk örökíteni, tovább örökíteni. Ha másért nem, itt és most a jelenben saját magunkat kell megváltoztatni. Akik most tudatosodnak és ébrednek, azoknak igen megjelenik egy ilyen felelősségérzete, és megjelenik az a biztos kép, hogy ez az, amit én biztosan tudok a jövőért tenni. Elérkezett a cselekvés ideje, gyakorlatilag a cselekvés része ez is, ez a fesztivál. Nagyon-nagyon sokan kérték az elmúlt években azt, hogy találkozók legyenek, hogy azok az emberek, akik tudatosan választják ezt a csatornát. Tehát nem egy kényszerből, nem egy torkukon lenyomott reklámról van szó, hanem egy olyan tévéműsorról, egy olyan beszélgető sorozatról, amelyik egy alacsony rezgésszintről elindul, mert a problémával foglalkozik, és kihozza az embereket belőle, aztán megkeresi a következő problémát, és megfigyelitek, akkor egy műsor, megnéztek egy filmet,
egyszerűen a film végére egészen más a rezgése meg tud változtatni. Akik ma eljöttek ide a fesztiválra, ők már mind tudatos emberek. Ők már olyan műsort néznek a tévében vagy az interneten, hogy ők maguk választják ki azt, hogy mit szeretnének nézni. Ők már ezt kiválasztották abból a sok olyan dologból, nem kell minősítenem nekem sem, aki érzik, hogy ez valamiért nem jó, valami mást vár, valami másra vágynak, valamire, ami érzi, hogy tovább viszi őket, ami egy kicsit tovább tudja repíteni. Gyakorlatilag itt most elmondhatjuk, hogy azonos lelkületű emberek ülnek, akik nagy valószínűséggel már annak az új világnak a részesei, ahová az együttműködés, az egységtudat, az egység élményeink által nem is tudjuk szerintem megérteni, nagyon sok mindenben valószínűleg teljesen azonos módon és egyszerre haladunk ezen az úton már. Nagyon sokan úgy érezzük, hogy ez az új világ, ez már megszületett, tehát már nem kell azon aggódni, hogy Úristen, mi lesz velünk, mi lesz ezzel a világgal. Rengetegen jöttek ma el, rengetegen gondolják ugyanezt, rengeteg ember tette fel már azt a kérdést, hogy mi van ezzel a világgal, mi történik, mi lehet a válasz. A választ, hogyha fölteszik a kérdést, a válaszok érkeznek. Ez a fesztivál egy nagyon-nagyon nagy válasz, azt gondolom, nagyon sok feltett vagy fel nem tett kérdésre is. Úgyhogy még az utolsó előadást előtt én még nagyon szeretném megköszönni a figyelmüket és a kedvességüket, hogy eljöttek ide. És hát látom, hogy mindenki nagyon fáradt, úgyhogy én nagyon gyorsan befejezem, és akkor egy kicsit nyugodtabb, lecsendesítő, ellazító, meditációval egybekötött záró programot gondoltunk ide most így a nap végére, hogy fogadják szeretettel tőlünk. Köszönöm.